Szürke Köszönjük Köszöntjük a kedves hallgatókat, az itt a Szürke Zóna Podcast a mikrofonnál. Rezső, valamint állandó vendégem és kedves barátom, Dániel. Sziasztok! A mai napon a valósághamisításról fogunk beszélni. Ezt a témát Dani dobta fel, ö, nem is akármilyen ö, ö, Kifejezést dobott fel, amikor azt javasolta, hogy beszélhetnénk erről a témáról, ez a gaslighting kifejezés, és ez nekem teljesen új volt, úgyhogy elkezdtünk kicsit bele ásódni ebbe a, ebbe a témakörbe, mert én nem is hallottam még ezt a dolgot, viszont amikor utána néztem, rájöttem, hogy, hogy hát a valóságnak a hamisítása, amelyet ez a kifejezés, ez a szakifejezés takar, az, az, egy olyan jelenség, amit úton útfélen észre lehet venni, nem csak az ember magánéletébe, és nem csak azon belül a párkapcsolatában vagy a baráti viszonyait tekintve, hanem akár a közéletben, akár a munkahelyen, és egy csomó egyéb platformon. És hát elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt azért érdemes lenne egy picit jobban feldolgozni, és hát most itt vagyunk. Dániel, mi a véleményed erről a témáról? Hát én is most már azért a felvétel előtt egész sokáig, tehát azért több hétig gondolkoztam azon, hogy, hogy hogy lehetne megközelíteni ezt a témát, mert uh, ilyen amerikai podcastekben, meg egyébként még filmekben is így, így elszórva találkoztam magával a fogalommal, meg uh, meg néhány ilyen SNL sketch videóban is találkoztam, hogy így, így mondjuk a, a híradós, a női híradós ráförmed a férfi híradósra, hogy ne gaslightingoljál gászlá, engem, meg hasonlók, de úgy soha nem derült ki számomra, hogy pontosan mit akar ez az egész jelenség, és hát annak ellenére, hogy már majdnem hogy a 40-es évek óta létezik a fogalom, és hát gondolom, hogy a, a jelenség önmagában az már sokkal régebb óta létezik, nagyjából arról lenne szó, hogy, hogy akár egy párkapcsolatban, tehát az, valószínűleg az a leggyakoribb formája a párkapcsolati gaslighting, hogy a párkapcsolatban A szereplő próbálja B szereplőnek a, az emlékeit úgy megmásítani, hogy közben teljesen elnyomja a, a másik felet, és, és, teljesen bizonytalanná teszi ezt az illetőt, és, és egyébként hála, érdekes módon pont a filmek voltak azok, amik egy kicsit segítettek megérteni, mert néhány példát majd azért így az epizód során említünk, ahol filmekben előfordul ez a szituáció, és, és hát én nagyon érdekes szürke zóna, mert tényleg nem, nem, lehet kézzel megfogni ezt az egészet, és, és szerintem nagyon sok olyan eset van, amikor azt gondolnád, hogy talán erről van szó, de nem vagy benne biztos, mert tényleg nincsenek konkrét jelei ennek az egésznek, hogy mondjuk főleg külsősként azt így észrevedd, ezt leginkább valószínűleg ugye az áldozat tudja megalapítani magán, hogyha ha van annyira tudatos, ugye, hogy na most én akkor egy gaslighting szituációnak vagyok a, az áldozata. és hát ahogy gondolkoztam ugye ezen az egész témán, úgy úgy rájöttem, hogy talán az én életemben is voltak ilyen pillanatok, amiket majd a későbbiekben kifejtek. Én az epizód előtt uh, utána néztem a szakirodalomnak, és egyet találtam, amiben, uh, amiben elég nagy bizalmat uh, helyeztem, de rájöttem, hogy nem igazán nekem való. Ez a Page L. sweet nek a The Sociology of Gaslighting című írása. Nem tudom teljesen meghatározni ennek a hitelességét, mert az American Sociological Association-től származik ez a dolog, jelentsen ez bármit is, de a, a, a dolgozat önmagában rendkívüli mértékben a férfi elnyomásra helyezi a hangsúlyt, és mind, mind az a forrás, amit meghivatkozik, az kép jár el, tehát ha létezik is a gaslighting ö, ilyen formában, akkor azt ez a munka kizárólag a férfi elnyomó által a, a nő, női elnyomott sérelmére elkövetett cselekményként azonosítja, uh -huh. és én ezt, ezt nem tartom jó iránynak, és nem tartom jó ötletnek, mert hiszem teljesen evidens, hogy nyilvánvalóan vannak női elnyomók is, és férfi elnyomottak is, csak talán a férfi elnyomást egy picit hangsúlyosabban veheti észre az ember, abban nem szeretnék belebocsátkozni, hogy melyik a nagyobb horderejű, vagy melyik a nagyobb, ö, nagyobb mértékben észlelt, vagy azonosított jelenség. Egy a biztos, a nő ugyanúgy képes elnyomni a férfit, mint fordítva. Épp csak mások az eszközök, tehát hogy ezt azért csak tudhatjuk. Igen. És hát ennek a dolgozatnak a velejébe található egy rövidebb szemléltetés, hogy hát milyen magatartás vezethető vissza, vagy magatartás formákra vezethető vissza ez a valósághamisítás, ez a gaslighting. És kifejezetten megemlíti azt, hogy hát ugye lényegében arról van szó, hogy egy, egy párkapcsolatban az abúzus olyan mértékben, olyan formában valósul meg, legalábbis a dolgozat szerint, hogy a férfi állít egy egy, 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 hamis valóságot a nő számára, amely hamis valóság alkalmas arra, hogy a nő saját magát hibáztassa, vagy mindaz a probléma, ami, ami, ami a párkapcsolatukból keletkezik, vagy ami a párkapcsolatukhoz vezethető vissza, az, az, azért a nőt tegye felelőssé. De megint csak szeretném hangsúlyozni, ez fordítva ugyanúgy megvan, mindjárt ki is fejtem. Például ilyen magatartási forma a körülmények felrovása, vagy ráolvasása, hogy ez miattad van, hogy, hogy nem nem azzal van a baj, hogy sokat iszok, hanem azzal van a baj, hogy te ezt szóvá teszed. Minek mm -hmm. kell ebbe belekötni. Miért nem tud lenni ö, hogy harmónia ebben? Miért nem miatok nyugodtan? De ugyanúgy, hogyha úgy vesszük, akkor akkor az is egy a gaslightingnek egy bizonyos ö, ö, megvalósulása, amikor a férfi megiszik egyetlen egy pohár bort egész héten egy alkalommal, és a nő azt mondja, hogy már megint alkeszkodsz. Nem lesz ez így egy picit sok? Én nem, nem, nem erre a lóra akartam felülni, kezelni kell most már az alkohol problémáidat. Tehát, tehát ez, ezt is tekinthetjük így, és erre nagyon szeretnénk figyelni, hogy hogy nem, nem csak egyetlen egy genderre kihegyezve ezt a problematikát, hanem hangsúlyozva az egész adás alatt, hogy ez igenis egy ilyen, egy ilyen unisex téma. Hasonlóképp manifestálódhat a hamisítás egy pár kapcsolatban, amikor az egyik fél, értem az elnyomó fél, egy külső szemlélőt nevez meg. Mint például, amikor azt mondja egy, egy veszekedésnél, hogy mindenki minket bámul holott nem. Uh -huh. vagy, vagy amikor azt mondja, hogy hát hallják a szomszédok, vagy hogy, vagy hogy megint ki fognak jönni a rendőrök, akik emlékeznek a múltkori hisztidre is, vagy a múltkori balhédra is. Ugyanilyen ö, ö, tényező a függő viszony, hogy az egyik fél függ a másiktól, vagy anyagilag, vagy érzelmileg, vagy, 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 vagy egyéb módon, de valaki kitett a másiknak. Ez megint csak hangsúlyozom, nem csak a nő lehet kiszolgáltatott a férfi felé, hanem a férfi is lehet kiszolgáltatott a, a nő felé. Például, hogyha az a férfi egy, egy nagyon alacsony szintről tört fel, oly módon, hogy beházasodott például egy jobb anyagi helyzetben élő családba, akinek a, a kitörésének a záloga volt, az, hogy ő összejött azzal a lányjal, aki egy, egy jobb anyagi körülmények közül származik, jobb, jobb családból származik, jobbak a kilátások. Egy, egy, férfi ugyanúgy ki tud lenni, ki tud, kitett tud lenni egy ilyen élethelyzetben, és ebből fakad egy függő viszony. És hasonló tényező, ami, ami, meg, megjelenik egy ilyen valósághamisításnál, a származás, a rokoni érintettség, a fiziológiai jegyek, a csillagjegy. Nem olyan régen volt a Szilágyi Liliánának a vallomása a Détot Krisztánál, az elviszlek magammal műsorban, ahol ugye beismerte, illetve hát tett egy valomást arról, hogy az ő apja őt őt a szilányi linján 25 éveken keresztül bántalmazta, és ezen valomások közepette említette meg, hogy például az egy ilyen verbális abúzus volt a fizikai abúzus mellett, amikor azt mondta a lánynak, hogy ott egy gyarmati véred, mert ugye a lánynak az anyai nagyapja egy nagyon híres sportoló volt, uh -huh. és, és az édesanyjának a leánykorított neve az Gyarmati, és az apja, aki ebből fakadólag egy, egy nagyon erős feszültségnek volt kitéve, nem mint hogyha fel akarnám menteni, de, de hogy ezt megnevezte, hogy a te gyarmati véred, és ö, ugyanez, hogy a fiziológiai legyek, hogy, hogy, jegyek, hogy te, te, te kispályás, a, segetse jó, töm, szándékosan mondtam ilyesmit, hogy, hogy egész egyszerűen a, a külső jegyekre utalva is lehet ö, ö, abuzálni valakit, és... Ö, ö, adott esetben most például a férfinek felróhatóan, a férfi oldalnak felróhatóan, hogy hát hisztál, kövér vagy, ilyesmi holott például egy olyan nőről beszélhetünk, aki egyáltalán nincs elhízva, vagy egyáltalán nincsen súlyfeleslege, akkor is a férfi, egy, egy idiótább férfi értelemszerűen felállíthat egy olyan hamis valóságot, ahol ez a nő egész egyszerűen el van hízva, hogy súlyfeleslege rendelkezik, de tényleg ehhez nagyon nagy idiótának kell lenni, azt szeretném hangsúlyozni. Igen, szerintem ennél a gaslighting témánál is hasonló akadályokba ütközünk, mint mondjuk egy egy MeToo-nál, hogy valóban mind a két fél érintett tud lenni, mint áldozat. De szerintem megint csak hasonlóan ugye a macsóság, meg a hasonló ilyen, ilyen előítéletek a férfiak számára nehezebbé teszik, hogy, hogy így kijöjjenek, előjöjjenek a, a, a nyíltba, és mondják, hogy én gaslighting szituációnak voltam az áldozata. És hát nyilván, Ugye, mint említettem, szerintem a párkapcsolat a leggyakoribb része, mert, mert, szerintem egyébként simán előfordulhat, hogy sokkal többen áldozata ennek az egésznek, mondjuk munkahelyen, vagy akár családon belül is, én például pont családi példát fogok hozni, mert, mert, tehát egy párkapcsolatban szerintem sokszor külsősként is mondjuk azt láthatjuk, hogy lehet, hogy az egyik fél csak passzívabb, és, és kevésbé reagál dolgokra, meg kevésbé próbáltat próbálja érvény, érvényesíteni a, a gondolatait, érzéseit, stb. És, és azért bevallom őszintén, hogy én is találkoztam helyzetekkel, mikor elgondolkoztam. Nyilván nem ismertem ezt a fogalmat, de elgondolkoztam, hogy, hogy valójában abban a párkapcsolatban mi lehet a háttérbe, hogy most, most gyakorlatilag úgy mond a, a hölgy, az, az ilyen szinten áldozat, vagy nem, de nagyon nehéz megállapítani. és és most, ahogy így sorolgattad fel a példákat, azért biztos tudnánk mondani akár a saját életünkből is helyzeteket, hogy tényleg a, az egyik fél a másikat hibáztatja, amiért tiszik. Egyébként most nekem pont a, a, az apu azért, vagy hogy van, ap, az apu azért tiszik, mert a sírsz című műsorított eszembe, hogy a puzséreknak, hogy ez is kicsit ilyen szituáció, hogy hogy, 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 hát azért, azért iszok, mert te sírsz, érted? És, és szerintem nagyon sok ilyen helyzet van, ami, amivel mi is találkoztunk, de mondom, nehéz megállapítani, hogy ez, ez mikor érvényesülhet. A feministák jellemzően hangsúlyozzák, hogy hát meg ebben a tanulmányban is szerepelt, hogy az a, az a ö, ö, megnevezés, hogy hisztis picsa, meg hülye picsa, hogy ezek mind, mind alkalmasak arra egyrészt, hogy a nőt elnyomják, másrészt, hogy a valóságot meghamisítsák, visszavezetve erre, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem is, nem is az a baj, hogy én is iszok, hanem hogy te hisztizel. De ezt megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak férfi által a nők sérelmére elkövethető dolog, hanem ugyanúgy van fordítva egy jelenség. Például, amikor a férfit mujának, vagy papucsnak titulálja uh -huh. a nő, és erre, erre van is precedens, és én erre a papucs kifejezésre, ennek a papucs jelzőre iszatosan haragszom, mert... Ezt ugye milyen férfiakra szokták használni? Ö, arra a férfira, aki, aki megpróbál nagyon rendes lenni a, 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 a párkapcsolatában, a párjával, nagyon ö, hatalmas odaadással, önfeladással, az autonó, saját autonómiának az önkéntes csorbításával, ilyen gesztusokkal ö, dolgozik, hogy ezzel bizonyítsa, hogy ő ő szereti a párját, és ő szeretne, szeretne áldozatokat hozni. Erre a férfira mondják azt, hogy papucs. Csak hogy ezt a kifejezést biztos vagyok benne, hogy nem a férfiak találták ki. Uh -huh. Mert mi nem szoktunk ilyeneket egymásra mondani, már pedig ugye Daninak meg nekem azért volt egy elég terjedelmes baráti körünk évtizedes viszonylatban, ahol, ahol jöttek, mentek az emberek, mindenki elmondta, hogy milyen párkapcsolatban van, milyen viszonyban van éppen a, az aktuális barátnőjével, és soha egyikünk száját nem hagyta el az, hogy na mi van te papucs, tehát hmm. ebben századig biztos vagyok, tehát meggyőződésem, hogy ezt a nők találták ki. És nem tudom ö, teljesen pontosan behatárolni, hogy miért. Tévedtetek persze, abszolút, ö, de hogyha, hogyha a nők találták ki, akkor nyilvánvalóan itt a féltékenység, az idítség játszik szerepet, ö, én én már nőtől hallottam rám nézve. Azt a, azt a, jelzőt. Konkrétan nekem mondták, hogy hát te ilyen papucs vagy, éppen azért, mert a, a, az aktuális barátnőmnek én, én, én rendkívül odaadó módon próbáltam viselkedni, vagy legalábbis felé, és, és, adott élethelyzetben megpróbáltam több áldozatot hozni, mint amennyit ő addig tapasztalt, hogy ezzel is mutassam, hogy hát most nálam, nálam jobb helyzetben leszel, mert én nem leszek olyan idióta, mint az eddigi fasziaid, és erre egy évfolyam kaptam meg, hogy hát nem vagy te egy kicsit papucs. Hmm. És, és hát láthatjuk, hogy azért azért a, a, a verbális abúzus az, az, az mindkét irányból értelmezhető legalábbis. Igen, abszolút. És mondom, megint csak nehéz szerintem a férfiak számára, mert hogy hogy én azt érzem, hogy kialakult egy ilyen norma, hogy a férfinak ezeket jobban le kellene nyelnie, hogy akár papucsnak hívják. Most nekem is egyébként nagyjából ez jutna eszembe, ami legjobban beleillene ebbe a kategóriába. De biztos, hogy van még temérdek ilyen jelző, amivel akár a férfiakat és egyébként a nőket is lehetne illetni, amik ennyire sértőek, és hát tényleg megkérdőjelezik, és elbizonytalanítanak téged, hogy most én tényleg papucs vagyok? Most nekem ez, ez tényleg az kellene, hogy jelentse, hogy nekem bunkóbbnak kell lennem, meg, meg mondjuk néha meg kell pofoznom a, a csajomat azért, hogy hogy helyre rakjam, vagy, vagy, vagy lehet, hogy jó úton haladok, csak ők gondolják rosszul, és szerintem pont ez az egyik legnagyobb lényeg ennek a gaslightingnak, hogy, hogy téged bizonytalanítanak el, és főleg a fiataloknál szerintem ez nagyon veszélyes tud lenni, mert teljesen elferdíthetik a, az elképzeléseiket és a normákat a fejükben, hogy, hogy jó, akkor nekem nem szabad rendesnek lennem. Ugye van ez a last guys fin nice guys finish last, ugye ez az angolul, hogy, hogy ne legyél jó fej, meg, meg, mit tudom én, mert soha nem lesz csajod. Ez szerintem hülyeség. Értem én, hogy biztos valahol valamilyen rétegben ennek van valóságalapja, de nem, ennek nem szabad így lenni. És, és, és ez az egész elbizonytalanítás a legnagyobb hát célja, úgy ennek a gaslightingnak. Az is érdekes, hogy szinte minden abúzus után, minden szélsőséges abúzus után, jellemzően a fizikai abúzusra gondolok itt, amikor az egyik, egyik tehát a bántalmazott fél szélsőségesen kiszolgáltatottá válik, például egy monoklival, vagy vérző orral a földön köt ki, vagy ilyesmi, vagy egy összekarbolt arccal, csak hogy szeretném, szeretném hangsúlyozni ezt is, hogy ez is, ez is egy realitás, akkor a bántalmazó szinte minden alkalommal azt, azt kérdezi, rögtön a bántalmazás után, és rögtön ennek, a, ennek az élethelyzetnek a felállása után, hogy hogy, 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 látod, hogy mit hozol ki belőlem? És ez is, ez is a valóság meghamisítása, hogy, hogy nem, ez nem én voltam, mert én ilyen nem vagyok, ez te, ezt te okoztad, mert te nem hagysz engem békén nyugodni. Ez érdekes, érdekes jelenség. Ahogy az is, hogy szinte minden bántalmazott egy bizonyos ponton az abúzus után védi, vagy felmenteni próbálja a bántalmazóját. És ez megint csak egy törvényszerűség, hogy jó, de, de megérdemeltem, de ő nem ilyen, meg ő, tudom, hogy szeret. Csak most, most kijött a sodrából, hogy nehéz időszaka van, de még ennyit se tudnak talán megmagyarázni. Csak hogy de, hogy, de, hogy, annyira nem kell azért őt elítélni, mert azért, azért szeret. Ez, ez is egy érdekes dolog. A Gaslighting kifejezés egyébként a Gaslight című George Cukor filmből származik, ami konkrétan arról szól, hogy, hogy egy, egy örökös nő az új férjével hazatér a, 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 a megörökölt ö, 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 kastélyba, és furcsa dolgokat kezd el tapasztalni. És például egy ilyen jelenség az, hogy, a, hogy ezek a, ezek, a, lámpák, ezek az ilyen, hát minek, minek után ilyen viktoriánus korabeli Angliában játszódik, ilyen, gondolom, ilyen gázlámpák, ahogy a címéből is származik, de hogy elkezdenek izé, halványabban világítani, és ilyen furcsa, furcsa jelenségeket tapasztal csaj, és, és a férje elkezdi betetni, hogy hát ez, ez vele, van, vele van a probléma, ezek itt nincsenek, tehát hogy, hogy, egész egyszerűen elkezdi, elkezdi táplálni be le azt, a, azt a felfogást, hogy neked, neked mentális problémáid vannak, mert hogy a férje a, az örökségre pályázik. És hát nem csak párkapcsolaton belül, hanem idézetesen családon belül is meg tud valósulni ez a valósághamisítás lényegében például testvérek között és itt most leg legkisebb gyerekként mondom, hogy, hogy igenis le lehetsz olyan élethelyzetben, ahol az idősebb testvérek egész egyszerűen felállítanak egy olyan, olyan valóságot, amiben te megszolgálod azt a, azt, a, azt, az utálatot, amit, amit tőlük, ami, 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 tőlük származik, tehát amit, amit, ők éreznek irántad, már pedig egy idősebb testvér hajlamos egy kicsit utálni a, a, a kisebb, kisebb, testvért, mert különösen, hogyha, hogyha nem elég nagy a korkülönbség, mert ugye, hát ez ilyen szociológiai, pszichológiai téma, nem is nagyon értek hozzá, de hogy de, hogy egész egyszerűen egy ilyen, egy ilyen pártütőt, egy ilyen trombitorlót láthat belőle egy, egy, idősebb, vagy benne egy idősebb testvér azzal, hogy, hogy jön, a, jön a kisebb gyerek, egy csomószor, ugye a szülők sem elég érettek erre, nagyon gyakori jelenség, hogy, hogy elkezdenek, elkezdenek egyrészt partnert, part, partneri minőséget elvárni a gyerekükben, hogy segítsenek a, a, nevelésben, hogy mit fürdesd meg, vagy amíg én megfürdetem, addig vasaj, vasaj ki, vagy valami ilyesmi, tehát egész egyszerűen egy gyerek nagyon hamar tud, tud felnőtté válni, vagy nagyon hamar várják el tőle, hogy felnőtté váljon, csak azért, mert jön, jön egy kisebb jövevény. És, és ebből származik egy egy intulat, vagy egy, egy ellenszenv és, és nagyon sokszor legalábbis én azt tapasztaltam, hogy ezek a, ezek a haragvó gyerekek, ezek egész egyszerűen szeretnének egy olyan világot felállítani, ahol, ahol az a kisebb gyerek az nem értelmezhető, annak a viselkedése nem értelmezhető önmagában, hanem, hanem csak és kizárólag az ő prekoncepciói mentén. Tehát például meg szeretnék győzni magukat, hogy az a kisebbik gyerek az szemtelen a szüleivel. És és bármit, bárhogy viselkedhet az a gyerek, bármit csinálhat, bármit, bármilyen magatartást tanúsíthat, onnantól kezdve, hogy egy idősebb közegnek és egy rendkívül éretlen közegről beszélünk. Egy idősebb közegnek van egy, egy koncepció, és egy, egy szenárió a fejében, hogy, 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 ez a gyerek akkor is szemtelen az édesanyjával, akkor ez az idősebb közeg képes meghajlítani a valóságot, és, és, teljesen, teljesen határozottan meggyőzni azt a gyereket, hogy múltkor azt mondtad anyukádnak, hogy fogja be a pofáját. És hiába mondja azt a gyerek, hogy de hát én nem mondtam ilyet, Ö, Három-négy idősebb ö, ö, fiatal ember mondhatja azt, hogy de, de ezt mondtad hallottuk. Amikor ez adott esetben nem történt meg, csak hogy egy példát említsek. Igen, gyakorlatilag ö, a, sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy ahogy gondolkoztam, így végig gondoltam a saját életemet, a család jött eszembe, mint egy pont, ahol ez a gaslighting megvalósulhatott. Ugye korábbi adásunkban, egy korábbi adásunkban beszéltünk a konfabulációról, ahol néhány saját példát is hoztunk, hogy adott esetben mondjuk a baráti társaságunkban milyen emlékek vannak bennünk, meg hogy akár családdal kapcsolatban, munkahelyel kapcsolatban, meg ilyesmi. És, és akkor itt egy picit így, így felgyullant egy villanykörte, ugye, hogyha már Gaslight-ról beszélünk, hogy lehet, hogy valójában, amit abban a műsorban felhoztunk témákat, példákat, annak lehet, hogy egy, egy része az igazából ide is köthető lenne, és és akkor ugye elkezdtem kicsit így végigpörgetni az emlékeimet, és hát sajnos ugye a gyerekkorommal kapcsolatban voltak ilyen szituációk, hogy mondjuk tíz éves körül lehettem, és hát nekem nyilván elég élénk emlékeim vannak azzal kapcsolatban, hogy engem hogy neveltek, meg hogy, hogy mennyire, tiltottak dolgokat, meg, meg, hogy ugye milyen módszereket alkalmaztak, és hát nyilván túltettem magam rajta, mert azért most már eltelt azóta jó pár év, de azért néha, amikor visszaemlékszünk mondjuk a szüleimmel közösen egy-egy régi pillanatra, és akkor ott mondom, hogy hát igen, igen, emlékszem, amikor mondjuk két hétig nem találkozhattam senkivel, vagy mondjuk nem számítógépezhettem, vagy akármi, és akkor, hogy így nyilván egy kicsit költői túlzásokba esek, hogy, hogy mennyire tiltottak mindent, és, és váltig állítják, hogy nem, nem, ez nem, nem így van, és hogy ők nem csináltak ilyesmit. És nyilván egy-két-három egy kört még lefutunk ilyenkor, hogy hát de, hát nem, hát de, hát nem. És akkor utána nyilván el kell engedni a kérdést, mert most minek feszegessük tovább, hogyha már 20-25 éves dolgokról beszélünk, de azért igenis szerintem ez sokszor előfordul, hogy, hogy a szülők akarva vagy akaratlanul szerintem nagyon sokszor úgymond megmásítják a, a, gyerekeiknek az emlékeit, mert nyilván ők is megérték valahogy ezt a szituációt, lehet, hogy az ő szemszögükből teljesen máshogy látták, mert ugye nyilván minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és, és eközben nem feltétlenül veszély észre, hogy nem biztos, hogy éppen a legjobbat cserekszi, de szerintem talán még ez lehet a második leggyakoribb példa, amikor amikor a szülők máshogy emlékeznek, mondjuk konfabulációból kiindulva, de ezt a konfabulációt, ezt valahogy átterelik uh, a gyerek fejében, és akkor ugye ezzel a gaslighting megmásítják, és elbizonytalanítják őt is, hogy hát igen, valóban lehet, hogy nem volt olyan rossz gyerekkorom, lehet, hogy nem volt mindig tiltás, meg hasonlók, csak én emlékszek egy kicsit, mert hogy hát annyira rebellis voltam, meg minden, és akkor biztos csak én emlékszek rosszul. Uh, nem feltétlenül ártószándék van mögött, én úgy érzem, hogy mondjuk az én esetemben nem ártószándék van, hanem tényleg egy picit konfabulációról van szó, de szerintem nagyon sokszor az családon belül, hogy valóban valamilyen szinten gonoszság is van emögött mögött az egész mögött, és hogy, hogy szeretnék saját magukat jó fényben feltüntetni. Nem, nem voltunk mi olyan rossz szülők, csak ő emlékszik rosszul. Igen, a konfabulációról szóló egészen pontosan 38. epizódunkban én is beszámoltam olyan Élményekről a gyerekkoromban, aminek talán több létjogosultsága lenne ebben az epizódban, mert a konfabulációt soroltam, de a gaslightinghoz talán mégiscsak több köze lehet annak az esetnek, amikor a nővéreimmel leültem és elmagyaráztam, hogy hogy amikor mentem a, a középiskolába előkészítőre, akkor miután bementem a, a, az épületbe, akkor balra vagy jobbra mentem. És hát nagyon gyorsan kiderült, hogy teljesen ellentétesen emlékszünk a. a, a a, 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 konkrétan az alaprajzára az épületnek. Az én meggyőződésem szerint lehetett balra menni, mert hogyha bemész, akkor egyből balra kell fordulni. A nővéreim meggyőződése szerint viszont nem lehetett balra menni, miután bementél az iskolába. Ez a komoly kérdések. Különösen azért, mert hogy a, a beszámolóm ezen a ponton megakadt, és gyakorlatilag kezdetét vette egy 25 perces vita azon, hogy hogy néz ki az iskola, és már elő kellett venni papírokat, és elő elkezdett, el kellett kezdeni lerajzolni hogy hogy néz ki a bejárat az iskolának, és, és az volt a vége, hogy megpróbáltak győzni arról, hogy hülye vagyok sajnos, de hogy kérdeztem is, hogy de ennyire, tényleg ennyire hülye vagyok, hogy arra se emlékszem, hogy három órával ezelőtt, miután bementem egy épületbe, milyen irányba fordultam, és az volt a válasz, hogy igen. Igen, és, és ezt, ezt, ez, az, ez az, az oldotta fel, hogy... Hogy megérkezett a sógorom, aki meg valamiért nem volt még ennek a kohéziónak a része, amit a nővéreim ott megképeztek, és ő, 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 egész egyszerűen elkezdte teljesen ő, objektíven elmagyarázni, hogy hát az iskolába bemész, és balra fordulsz. És, és egy-kettőre a kettő-egy arány gyakorlatilag kettő-kettővé változott, de, de, <laughs> és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy, hogy ez, ez, miért lehetett, hogy, 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 ők tényleg ennyire, ennyire rosszul emlékeznek, vagy hogy mi, miért, miért, volt erre ennyire szükség, mert később, amikor egyszer visszamentünk az iskolába valami, valami látogatásért, akkor így meg is álltam velük, hogy amikor bementem, hogy most meg, és nézzünk el balra. Lehet arra menni, vagy nem lehet menni. Tehát egy ilyen egész, egész paradisztikus élethelyzetek vannak, és ezeket, a, ezeket a zavarokat később már senki nem vállalta, viszont nem, nem, igazán lehet megmagyarázni, hogy, 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 ennek mi oka volt. Elég gyanús, hogy, 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 ilyen dominancia kérdés. De nem, nem ismerem a pszichológiáját ennek. Nem hiszem, hogy volt mögötte szándék arra, hogy, hogy, tévesszük meg a kicsi rezsőt, mert, mert minél, minél, inkább össze van zavarodva nekünk, annál jobb, mert annál inkább le lehet dominálni, hanem ez egy ilyen nagyon, nyilvánvalóan egy ilyen nagyon tudatalatti, alapvetően a, az összetartozás összetartozáshoz, értelmeszerűen a nemiségen alapuló összetartozáshoz visszavezethető sztori, amire egyébként nem lenne szükség, csak lehet, hogy az emberi psziché, vagy az emberi ős primitivizmus ezt az egészet így, így előhozza az emberből. Persze, abszolút, de szerintem mindenképp szem előtt kell tartani azt is, hogy hogy valóban lehet mögötte bármilyen szándék, és, és nyilván, hogyha a hallgatók úgy érzik, hogy, hogy az ismeretségi köreiben ez előfordul, akkor nyilván erre föl kell figyelni. Így, hogy most már legalább tudnak valami nevet kötni, meg valami, meg valami megfogalmazást kötni emellé, szerintem fontos, mert azért hát a család is egy annyira. Meghitt és intim közösség, hogy, hogy nagyon ritkán jut ki onnan bármi a, a külvilágnak, és, és talán ezért is nehéz ezt így, így meghatározni, mert hát nem tudhatod tese, meg én se, hogy tényleg van-e bármi szándék mögötte, mert mindig csak a legjobbat feltételezzük, hisz hát ugye a saját családunkról van szó, de, de pont azért veszélyesebb a kategóriába szerintem a gaslighting menni. Néha nem lehet tudni. És hát ezt a valósághamisítást ugyanúgy egy baráti közegben is teljesen jól el lehet képzelni, ugyanis tetten érhető. Például jellemzően a, a programszervezésekben, vagy a konfliktusokra visszavezethetőleg észre, észrevehető a baráti körökben az, hogyha valaki csúsztat, vagy valaki hamisítja a valóságot. Tehát például egy, egy fel, felbomlott, vagy megszűnt barátság után teljesen törvényszerű az a konfliktus, meg az, a, az a, a, két különböző felfogás, vagy adott esetben több különböző felfogás arról, hogy ki miatt ment tönkre a barátság. Tehát egy darabig, egy darabig gondolatja azt az egyik, hogy hát ez én, én abszolút nyitott lettem volna ezt a barátságot folytatni, de a másik az nem volt partnerem ebben, míg a partnerem, vagy a, bocsánat, a másik az meg gondolhatja azt, hogy, hogy hogy hát én én, 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 lettem volna nyitott, pont, hogy én lettem volna nyitott erre, és vártam is, hogy hívjon az a valaki, de nem hívott, úgy veszem, hogy nem, 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 érdekel, nem érdeklem őt, szóval nem miattam mentünkre ez a dolog. Tehát, hogy ennyiben ennyibe nem lehet egyetérteni, de nem is, nem is, képes az ember elfogadni egy olyan valóságot, hogy igen, egy szarember vagyok, igen, én, 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 tő, én miattam egy barátság, én vagyok érte a felelős. Azért, mert gonosz vagyok, azért, mert önző vagyok, mert, mert, mert elvártam valamit ettől a barátságtól, és nem kaptam meg, márpedig pedig én valamiért akarok barátkozni. És ez tökély így van, tehát az ember valamiért barátkozik, tehát nem azért barátkozik, hogy, hogy szívjon, vagy mit tudom én, hogy legyen kire elkölteni a pénzét, amikor meghívja őt sörözni, hanem, hanem azért, mert, mert élményeket kap egyik ember a másiktól, és amikor ezt nem kapja meg, akkor egész egyszerűen megrendülnek a barátságnak az alapja, és ez alapján tönkre megy egy barátság. Tehát az ember alapvetően önző, és ezt vállalhatná, de nem vállalják az emberek, mert inkább a másikra hárítják, mindenfajta rossz indulat nélkül. Mert így működik az ember, ez is egy törvényszerűség. Igen, egyébként emlékszek, hogy hát nyilván nem barátság megszüntetéséről volt szó, hanem mondjuk, hogyha nekem volt olyan időszakom, hogy nagyon belemerültem a WoW-ba, a vagy akármilyen másik játékba, és mondjuk két-három hete 0-24-be azt játszottam, akkor ugye mondjuk ilyen baráti találkozókon, vagy hasonlókon, nem jelentem meg, és, és vicces volt, most így legalábbis utólag tök vicces belegondolni, hogy én azt mondtam, hogy hát nem kerestetek, és ti meg azt mondtátok, hogy hát nem kerestél, és egy tök vicces szituáció alakult, alakult ki ebből, és nyilván, hogyha bármelyikünknek olyan kedvelet volna, vagy olyan beállítottság, akkor igen, vezethetett volna ahhoz, hogy, hogy szétmegy a barátság, és akkor és akkor ez csak tovább továbbfajul ez az egész szituáció, és egy elég durva geszlejt alakulhat ki abból, hogy na most akkor ki is a hibás, és mind a két fél adott esetben elbizonytalanodhat, és akkor nem tudja már, hogy pontosan mi is történik. Igen, a tekintetben is lehetnek ilyen zavarok, hogy ki milyen ö, gesztusokat, meg, meg ö, áldozatokat hoz, meg gesztusokat ö, ö, tesz bele a, a, a barátságba, hogy ö, mit te állandóan én, 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 én hívlak meg titeket sör, sörre a kocsmába, e, igaz, tavaly csak egyszer találkoztunk, de akkor tényleg én fizettem egyszer egy sört. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen zavarok is felmerülhetnek, meg eleve, hogy, hogy ki szervez programokat, ki próbál uh -huh. programokat szervezni, ki miatt nem lehet programokat szervezni. Ebben is lehetnek olyan ellentétek, amik teljesen zavarossá tudnak válni azon az alapon, hogy a felek hamisítják a valóságot. Tehát, hogyha én egyszer már megkérdeztelek téged, hogy nem megyünk valamikor moziba, és te azt mondod, hogy persze, akkor, akkor igenis születhet olyan élethelyzet, hogy három hónap múlva én azt mondom neked, hogy hát én próbálok veled moziba menni, de veled nem lehet. Igen. Sose érsz rá. És így tudod, még, még te is elhiszed, hogy, 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 hogy ja, hogy mikor is volt ez? Jó, biztos, biztos nem emlékszem rá, de biztos prób többször próbáltam mozit szervezni, de szerencsére vannak ma már chat alkalmazások, és ott te teljesen jól tettel lehet érni, hogy, a, hogy, a, hogy ez a mozi szervezés valóban megtörtént-e vagy sem. Hát igen, főleg, ahogy ugye egyre idősebbek leszünk, és most már nem vagyunk 18 évesek, ezt remélem mindenki tudja, de hogy akkor nyilván egyszerűbb volt az élet, de ahogy jöttek a felelősségek, a párkapcsolat, a házasság, az egyetem, a munkahely, meg ilyesmi, itt tényleg sokszor egyre nehezebb fejben tartani a dolgokat, és pont Pont emiatt tud érvényesülni ez a Slighting, hogy hogy ha 18 évesen azt mondod nekem három hónappal később, hogy de hát velem nem lehet programot szervezni, akkor kiröhöglek, mert tudom, hogy minden nap lógattam a lábamat, és biztos, hogy ráértem 0 24-ig. Most, meg adott esetben, ha azt mondanád, akkor tényleg lehet, hogy elgondolkoznék, és elbizonytalanodnék, mert hogy, hogy hú közben nekem egy párkapcsolatot életben kell tartani, egy munkahelyet meg kell tartani, meg meg mit tudom én és És a rengeteg stressz faktor mellett mi tényleg elgondolkozol az, hogy hú, hát igen, le lehet, hogy most egy kicsit le voltam terhelve, és hát én vagyok a hibás, és már is, már is elérte ugye a, a, a másik fél, hogy te ez magad kellemetlenül és, és bizonytalanul. És talán a baráti körök, baráti kapcsolatoknak a dimenziójában képzelhető el az az állapot, amivel én rengetegszer találkoztam, és hál' Istennek képes vagyok azonosítani azt a jelenséget, amikor az egyik ember gondol a másikról valamit. És ebből az következik, hogy van a fejében egy sztori a másikról, a másik emberről. És egész egyszerűen keresi azt a visszaigazolást ő, arról az emberről. Vagy a, 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 a visszaigazolás ahhoz a, ahhoz a meggyőződéshez, ahhoz a sztorihoz. Tehát te bármilyen lehet. Onnantól kezdve, hogy a, az ismerősöd, haverod gondol rólad valamit, onnantól kezdve bármit fogsz csinálni, ami tudható rólad, azt ez az ismerősöd megpróbálja beigazítani a rólad kialakult ö, szenárióba vagy elképzelésbe, és amit nem tud rólad megismerni, az pedig kipótolja a legrosszabb szenárióval. Tehát elmondok, elmondok egy példát, hogy ö, például főhősünk egy egyetemista hallgató, és meséli a barátoknak, hogy ö, hogy hát közeleg, a, közeleg az áruvizsga. Úgy döntöttem, hogy napi, napi, két órát most már rá fogok szállni a tanulásra. Akkor ezek a barátok, különösen akkor, amikor azt gondolják erre az egyetemista hallgatóról, a hallgató hogy egy mi haszna, hogy nem tanul, hogy lébecol, hogy nem, nem lehet komolyan venni, meg ő se veszi komolyan a kötelezettségeit, nem, 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 nem szállja rá az időt a tanulásra, hogy ez, hogy ez, hogy ez az ember elhatározza, hogy, hogy napi két órát már rá fog szállni a záróvizsga előtt a, a, tanulásra, hogy ez, ez egész egyszerűen beigazolja, ez az információ, az ő felfogásukat erről a srácról, hogy hát elvégre, elvégre, ők mindig is tudták, hogy ez egy mi haszna, ehhez teljesen jól igazodik az az állítás, hogy ő napi két órát fog tanulni, hiszen ha komolyan venné, akkor napi tíz órát tanulna. De ezek az emberek nem tudják, mert nem is járják ezt a dolgot körbe, hogy az egyetemi hallgató ismerősüknek négy hónap van a záróvizsgáig. Ha úgy mondod ezt a mondatot, hogy mostantól minden nap elkezdek két órát beletenni a tanulásba, hogy négy hónap van a vizsgádig, úgy már más a lehányzó fekvése, ugyanis négy hónappal a, a vizsgád előtt egyszer nem fogsz elkezdeni tanulni. Hmm. Tehát ez, 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 törvényszerű, nyilván vannak ezek a dolgok, hogy, hogy inkább próbálja tolni az ember, ameddig csak tudja, hogy élvezze, élvezi így, hogy jaj, vizsgai időszak, meg efélék, efélék, de ugye az is probléma, hogy hivatalosan a szorgalmi időszakban kellene tanulni, meg akkor kellene felkészülni a vizsgára, csak a tételsort soha a büdös életben nem kapod meg, és én ezt nem is tudom, mondjuk hat évnyi egyetem után ezt meg tudom erősíteni, hogy, hogy hiába mondod a, a, a szorgalmi időszak alatt, hogy a tételsort megkaphatjuk a vizsgára, persze, persze, adom, ezt az utolsó ö, ö, óra után, a szorgalmi időszak végén esetleg megkapod, és akár, akármi van, akkor is a időszakban kell elkezdeni a tételeket kidolgozni. Hm. Csak hogy értelmezzük ezt a, ezt a, ezt a sztorit. Tehát én rengetegszer találkoztam ezzel, hogy rólam, a környezetemnek volt egy felfogása. Mint például ez, hogy, hogy mi haszna vagyok, hogy hogy nem veszem komolyan az életet, hogy, hogy nem kell semmiért sem megdolgoznom, és bármit csináltam, bármilyen mondat elhagyta a számat, vagy bármi gesztust tanúsítottam, illetőleg rólam mondta, mondott bárki bármit, bizonyos körnek, akkor ez a kör azonnal azt érezte, hogy na végre valaki visszaigazolja ezt a felfogást, hogy a rezső az egy mi haszna, köszönöm szépen. És ha ne agyisten, Isten, én, én mondtam volna egy ilyesmit, hogy, hogy ne, nehéz, nehéz, nagyon a vizsgaidőszak. Ö, ö, akkor, akkor nyilván nyilván az az egyetlen ismerhető információ, hogy, 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 hogy nehéz a vizsgai időszak, tehát nekem nehéz a vizsgai időszak, de van egy Rohedli nem ismert információ, nevezetesen, hogy miért nehéz a vizsgai időszak. Ez lehet az, hogy azért, mert migrénem van, vagy azért, mert szakított velem a barátnőm. De lehet az a magyarázat is, hogy azért, mert egy mi haszna szar vagyok. Na és van ez a fajta hozzáállás, hogy amikor egy ilyet valaki meghal, hogy nehéz a vizsgai időszak, akkor minek után ő szeretne visszaigaz visszaigazolást nyerni az ő felfogásáról rólad, hogy te egy mi haszna vagy, ő ezt az ismeretlen információt ki fogja pótolni. Uh -huh. a, le a legrosszabb szenárióval nevezetesen, hogy azért nehéz a vizsgai időszak, mert nem tanulsz egy percet sem, mert egy lusta disznó vagy. Igen, hát ebből is látszik, hogy mennyire rétegel tud lenni az az egész, és hogy mennyire, e, mennyire nem lehet kézzel megfogni, mert tényleg már most egy csomó példát felhoztunk, és nekem ilyen eszembe se jutott volna, hogy akár ilyen mélységek is el lehet menni. De igazad van, ez is, egy, ez is, egy, nagyon jó példa és érdekes példa. De alapvetően szerintem elmondható, hogy az ember sosem úgy alkott véleményt valamiről, hogy ismerni a teljes hátteret. Tehát nem nem tipikus az a reakció, hogy, hogy hogy te körbejárod ezt a témát, mielőtt ítéletet mondanál, hanem hanem ami információd van, az alapján ítéletet mondasz. Mint például, amikor megnézel egy filmnek a trélerét, akkor már az alapján elfogad, el tudod dönteni, hogy ez egy szarfilm lesz, vagy nem. Szerencsére egy tréler alapján elég gyanús, hogy el lehet dönteni. Mm -hmm. Hogy, hogy rossz lesz a film. És hiába mondanák neked azt, egy tréler után, hogy, hogy de öregem, nehogy már te véleményt mondjál egy olyan filmnek, amiből láttál netto három percet összevágva, ö, hanem, hanem majd, ha megnézted a filmet, akkor mondjál, mondjál véleményt. Na de mi, miért van a tréler? Hogy, hogy, hogy egész egyszerűen tegyen bennem egy benyomást, hogy milyen lesz a film, hogy érdekel, vagy nem érdekel. De sajnos így, tehát így működik az ember. Onnantól kezdve, hogy én mondok magamról valamilyen információt, az a valaki az azon információ mennyiség alap, alapján fog ö, ö, ítéletet mondani rólad, és esetleg, ha kiegészíted még egyéb információval, akkor, akkor, akkor esetleg revidálja azt az ítéletet. És hát van még egy nagyon sajátos eset, amikor konkrétan nem más csinálja veled a valóság hamisítást, hanem te magad. Ugyanis ö, elszenvedsz egy sérelmet, ö, vagy valami más módon ö, traumatizál, és abból a traumából kicsirázik a, az emlékezetedben egy hamis valóság. És ö, nagyon nehéz egészen ezt az egészet megdönteni, mert ahhoz egyrészt nagyon ö önazonosnak kell lenni, ö, ö, objektíven kell nézni azt, a, azt az emléket, ami, ami számodra traumát okozott, ami egy sérelem. Látnod kell saját magadat egy külső szemmel, látnod kell azokat a reakciókat, amiket akkor tettél egy külső szemlélővel, sokkal kijebb kell jönni, tehát hogy egész egyszerűen nem, nem, a, nem a, a mit tenni, közvetlen közelről kell megnézni ezt az élethelyzetet, hanem minimum madártávlatból, hogy annak az, aznak az eseménynek mi jelentősége volt egy ember életére nézve, hogy, hogy egy, egy élettávlatában az mekkora, mekkora jelentőséggel bír egy adott trauma, például egy általános iskolai verekedés, vagy egy, egy tanárnak a szemétkedése. És például egy, egy, egy ilyen tanárokkal való konfliktus, amiből nekem bőven volt, de de egy ilyen élmény, hogy, hogy mit tűn, valaki, egy tanár ö, személyeskedett veled, vagy egész egyszerűen önkényesen, ö, mit megígérte, hogy nem fog feleltetni, vagy de just is feleltetett, vagy valami. Ö, egy ilyen egész egyszerűen kovácsol belőled ö, egy évtizedes viszonylatban egy hamis ö, valóságot, hogy enge, ö, rajtam ott az a tanár bosszút állt, mert nem kedvelt. És, és talán nyilván ebben lehet igazság, de talán, hogyha egy picit kiebbénsz, és megnézel, ránézel más szemmel, egy, hogyha a csillagzat is megfelel, meg a, a bolygók együttállása is teljesen ö, 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 harmóniában van, akkor meg tudod nézni, hogy hát igazság szerint, amilyen kis nagyszájú voltam, talán rám fért, hogy vagy talán, talán, én is elviselhettem, ha már, ha már én is bunkó voltam állandóan mindenkivel, meg én is, én is sértegettem minden tanárt, talán hiába nyilvánvalóan egy, egy, sokkal nagyobb érdekérvényesítő képességű szeméről beszélünk a tanár formájában, meg hát nyilvánvalóan egy, egy nagyobb hatalmú entitásról is egy iskolai közegben, legalábbis régen nyilván így volt, de hogy adott esetben ő is csinálhat olyat, hogy igen, nagy a szád, hát akkor én megfeleltetlek. Igen. És hát ez is egy tök érdekes dolog, hogy, 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 hogy mennyi ilyen emlékünk lehet, ami, ami, ami mindmáig csámcsogunk, vagy ha nem is csámcsogunk, akkor egész egyszerűen ilyen PTSD-szerűségeink vannak, hogy így egyszerűen bevillanak. Én egyébként egy ilyen személyiség vagyok, hogy, hogy, és, és nehéz ezzel együtt élni, hogy a semmiből villanak be ilyen emlékek. De a Daniel megmondható, hogy sajnos elég random módon, és elég jól emlékszem ilyen rohat régi dolgokra, és valamiért nyilván lehet, hogy más is így van veled, de valamiért ezek, ezek főként az ilyen kínos, kellemetlen, elszomorító, sérelmes emlékek. És, és, nagyon hajlamosak ezek az emlékek engem iszonyat gyorsan berántani oda maguk mellé, mintha csak tegnap történtek volna. És, és nagyon, nagyon ritkán van olyan, amikor ki tudok onnan rándulni, és azt mondani, hogy jó, így megnézve azért ez nem akkora sérelem. Gondolom, rajtam kívül azért még vannak sokan, akik, akiknek néha telnek úgy a, az éjszakái, hogy jó, akkor végre eltesszük magunkat, és gyakorlatilag az egész életét végigpörgeti, mert mondjuk elindul egy nosztalgikus trippen, hogy jaj, de jó volt az általános iskolába ez, meg mit tudom én, és akkor szépen lassan elkezdenek becsarogni ugye a, a kellemetlen emlékek is. És hát igen, be kell vallanom őszintén, hogy nekem is, hogyha egy, egy pillanat erejéig visszakapcsolhatom a a saját magam által generált gaslightinghoz a párkapcsolatot, hogy ugye amikor véget ér egy párkapcsolat, hogy miért ér véget, meg miért nem ér véget, meg hasonlók, azért ott is eh, eléggé sok oldalúan lehet ugye megközelíteni azt a kérdést, hogy ki hibás, meg ki nem hibás, de egy az egyik párkapcsolat után nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy, hogy na most akkor valóban én voltam -e a hibás, és hogy mennyire lehettem én a hibás, mert, mert hát sajnos ugye sokszor, hogyha eh, egy ember már le akar zárni egy párkapcsolatot, akkor azért ezt saját magának szeretném minél kevésbé kínosan, és minél hamarabb túl lenni rajta, és ez néha abba is folyamodható, hogy mondjuk ő mossa kezeit, és akkor hát bocsi, ez, ez miattad van. És ezt nem kell feltétlenül kimondani szerintem, hanem akár egy, egy, gesztus, vagy akármi is mutathatja azt, hogy ő ezt gondolja. És, és nyilván akkor a barátok körbevesztek, és mondják, hogy jaj, ez nem így van, de ettől függetlenül ugye te magadban elkezded végigpörgetni, hogy hú, mondjuk tíz évig voltunk együtt, a tíz év alatt, hát igen, az első három év az nagyon jó volt, a következőt az kevés, de azért még oké okay volt, és akkor hú, hát az, az az, utolsó pár év, és akkor, és akkor elkezdesz pillanatokba belelátni ö, olyan dolgokat, amik meg sem történtek, vagy nem teljesen úgy történtek, és ezzel csak abszolút felszorzod, és, 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 és megerősíted magadba azt az érzést, hogy igen, te vagy a hibás, mert hogy csináltad volna ezt is, mutathattad volna más, a szereteted, lehetél volna kevésbé papucs, a stb. stb. És, és ebből a szempontból igen, te tudsz a magadnak a saját legnagyobb... Mi? magadnak te tudsz lenni a legnagyobb ellenséget, mert gyakorlatilag ugye főleg egy ilyen éjszaka közepén elkezded magad belelóvalni abba, hogy te mennyire lehettél hibás, és szerintem ebből nagyon nehéz visszajönni, és, és úgy visszajönni, hogy ne pecsételje meg a jövőbeli párkapcsolataidat ez is, mert, mert tényleg el kell menni madártávlatba, és be kell próbálni logikusan gondolkozni, hogy, hogy még akkor is, hogyha volt benne igazság, nem biztos, hogy ez úgy volt, és egyszerűen tovább kell lépni mert tényleg akár párkapcsolat, vagy akár mi más téren, tényleg gyerekkori emlékek terén is te magadnak nagyon-nagyon fel tudod szorozni ezt az érzést, és, és abszolút életed végig elkísérhet akkor ez a, ez a hamis emlék, amit magadnak generáltál. Van egy jó ö, metódus arra, hogy hogyan szakadj ki az ilyen rentekből, az ilyen rohamszerűségekből, márpedig ezekből különösen ilyen, ilyen, érzelmileg fokozott időszakokban, például amikor féltékeny vagy, vagy szakítás után vagy, vagy, vagy ö, visszautasít a krásod, vagy ö, kirúgnak a munkaedről, vagy a haverjait kiutálnak, csomó ilyen élethelyzet van, amikor vagy, vagy egész egyszerűen elkezdesz a múlton merengeni, amikor a szobád magányában egész egyszerűen addig hergeled magad, hogy most biztos izé, biztos ezzel van, most biztos épp megcsal, most biztos épp felvesznek a munkahelyemre mást helyettem, vagy valami, tehát hogy nyilván nem párkapcsolat specifikus ez a dolog, de egész egyszerűen elkezdesz, elkezdesz ezen pörögni, és, és, és elkezded, elkezded, a feltételezéseket ö, ö, valóságként elfogadni. És... Szó szerint egy ilyen pánikolós, ilyen, ilyen stressz roham értéged, ami, amiből nagyon nehéz, valóban igaz, hogy nagyon nehéz kijönni, viszont ha egy jó tulajdonsága van a, a After Earth című Shyamalan filmnek, akkor az az, hogy ezt a, ezt a metódust, ezt egy picit megmutatja, hogy ilyenkor, amikor ilyen rohamod van, és egyre és egyre fokozódik, és egyre idegesebb vagy már, mert mondjuk elkezdesz pörögni egy konfliktuson, vagy mondom, egy ilyen, egy ilyen féltékenységrohamod van, akkor azt kell csinálni, hogy el kell, el kell kezdened a, a, az adott pillanatra figyelni, hogy mit tudom én, lenézel a vádlidra, és megnézed, hogy milyen a vádlid, hozzáérsz a vádlidhoz, meg, megnézed, meg figyelsz arra, hogy milyen a tapintása, megnézed a lábfejedet, akkor, akkor nem, nem a lábfejedről tovább mész az oknidra, leveszed az oknidat, megnézed, hogy hogy néz ki az oknid, akkor már összegyűröd az oknidat, meg összehajtogatod, akkor már rájössz, hogy, hogy, hogy az oknid, az, a, 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 a szennyes foglalkozni kell, akkor, akkor rájössz, hogy nincsenek jól kategorizálva az a fiókjaidba. Tehát egész egyszerűen el kell kezdened az éppen aktuális pillanatra figyelni, hogy mi van körülötted, milyen szaga van a levegőnek, milyen tapintása van a falnak, milyen érzés levegőt venni, ilyenekre el kell kezdened figyelni, és ebből egy, így ezzel egy picit ki lehet jönni ebből a, ebből a teljesen önkívülőte állapotba ö, száműző rohamból, aminél alig ha létezik rosszabb egyébként. Borzasztó, borzasztó, ezek, a, ezek az ilyen, ilyen, ilyen mentális rentek nagyon rosszak tudnak lenni. És hát egy picit kijebb jöve a vizsgálat dimenziójából, nem csak párkapcsolatban, nem csak baráti körben, nem csak családi élethelyzetben képzelhetők el ezek a dolgok, de a közéletben is rendkívül pontosan észrevehető a valósághamisítás, és ez talán mindenkinek egy picit jobban észrevehető, és egy picit közelibb is, aki mondjuk mozog a közférában, vagy ne, teljesen hülyeséget mondtam, aki egy picit tájékozottabb a közéletben. Mert hogy? A politikai szférában rendszeresen észrevehető, és szerintem az nem feltétlenül volt mindig így, de az utóbbi, azt mondnám, az utóbbi évtizednek az ilyen populista politikának a, a törésének köszönhető, hogy gyakorlatilag ellenérdekű oldalak nagyon élesen elhatárolódtak, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kétpólususág állt elő és olyannyira erős a szembenállás, hogy bárki függetleníteni akarja magát a két pólustól, vagy bárki egy harmadik pólust szeretne megképezni, azt mindegyik pólus száműzi, vagy a másikhoz száműzi. Lényegében nem két ellenérdekű férről van szó, akik nem engedik, hogy egyszerűen megképződjön egy olyas valaki, aki azt mondja, hogy hogy én egyik se vagyok, mert mind a ketten köcsögök vagytok. Hanem ilyenkor az van, hogy nem, nem, te a másik rohadékokkal vagy, mert nem velem vagy. Uh -huh. És ilyenkor mindkét oldal állít egy olyan valóságot, ami ha bizonyos szemszögből nézzük, legalábbis ha innen nézzük a másik oldalnak a valóságát, akkor, akkor kampi, de hogyha onnan nézzük, akkor igaz. Mert van egy sajátossága, hogy lehetnek, lehetnek benne igazságok. És itt most megpróbáljuk meglehetősen politika mentesen, vagy inkább azt mondom, hogy részrehajlás mentesen felvázolni, hogy miről is beszélünk. Ugye jelen, a jelenlegi magyar politikában beszéltünk egy kormányról, meg egy ellenzékről ez egy annyira élesen elhatárolt két oldal, hogy nem, nem tudsz e ezek közé beékelődni, mert mert bár, bár mikor is megpróbálnál ezektől függetlenedni, az egyik fél átutasít téged a másik oldalra, uh -huh. és fordítva. És mind a két oldalnak van egy-egy egy hamis valósága. Akkor lényegében az ellenzéknek az a hamis valósága jelenleg, hogy és lehet velünk vitatkozni természetesen, hogy a a kormányfő az közvetlenül képes utasítani ható, hatóságokat, hogy vegzáljanak civileket, és utasítja is. Tehát lényegében úgy képzeli el ez a, mit a, a, ellenzéki vagy rendszerkritikus oldal ezt a szenáriót, hogy az Orbán Viktornak megvan a telefonjában a NAV-nak, az igazgatójának a, nev, a száma, és felhívja, hogy figyelj csak, az Iványi megdolgoznátok már egy picit. Miért? Hát nem tudom, mert úgy érzem, mert diktátor vagyok, miért is? Miért is ne akarnék szivatni civileket? Ja, persze, főni mehet. Tehát, tehát egy ilyen egy ilyen szenárió értelemszerűen nem valós. Tehát egy ilyesmi így ebben a formában nem történik meg. Viszont vannak olyan jelenségek és vannak olyan ö, ö, folyamatok az országban, amit ha önmagukban minden egyéb tényezőtől és Abszolút a kontextustól izoláltan megvizsgálunk, akkor kivetítve az egész közéletre, igaznak foghatjuk fel, tehát valójában tényleg vannak egy picit politikai meg az egyéni akarat keresztmetszetében olyan pillanatok a közéletben, amikor hát nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ó, hát mi, mi csak egy 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 állami jogintézmény vagyunk, és mi természetesen csak végezzük a dolgunkat. Tök véletlenül a ellenzéki pártoknál van a választás előtt okunk vizsgálódni, és hasonlók, tehát nyilvánvalóan ez is igaz, tehát mind a kettő igaz de önmagában egyiket egyikre sem lehet mondani, hogy 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 kizárólag ez igazság. Viszont ezeket a ezeket a folyamatokat, például az ellenzéki oldal egy hamis valóságát kovácsolja. De akkor már érje kritika a kormány hamis valóságát is, hogy ott pedig ugye gyakorlatilag ilyen licenszelt kommunikációs panelekkel dolgoznak, arctalan külhoni ellenségeket állítva be úton-útfélen, akik, akárcsak a pomogácsok, el akarják venni azt, ami téged azonosság tesz a magyarságoddal, fel akarják sózni a földedet, meggyalázni az asszonyaidat, elvenni a munkádat, meg egyébként nem dolgozni, de, de, azt a munkát elvenni, de már az ügynökeik is beépültek, tehát egy ilyen, egy ilyen élőholtak hordája, amelyet irányít a, a gonosz karvaj, óru nagy varázsló, nagy nekromanta, tehát egy ilyen, egy ilyen világot építünk fel, Ebben a világban mi vagyunk a, a, a határvédői, mi vagyunk az utolsó bástya, mi vagyunk Orti Miklós katonája, és ez is természetesen, ha egy, ha nagyon közelről megnézünk egy pillanatot ö, a közéletben, akkor a, abból a szempontból lehet igaz, de azt az, azt a, azt az igazságot kiterjeszteni az egészre. Ö, nem igaz. Tehát az, az nem, egy, nem egy valós, tehát nem, egy, nem egy hiteles valóságot képez meg, hanem egy sokkal hamisabb valóságot. Ugyanígy megint csak aktualitás ugye jelenleg, hogy állandóan hallható ez a, ez a kommunikációs panel, hogy, hogy jönni fog a szakállas nő és bebuzultatja a gyerekeinket az iskolában szakállas nők tényleg mennek be iskolába ö, beszélni a, az elfogadásról, meg efélékbe, de nem Magyarországon, hanem az egész rohat Egyesült Államokban egy töredéknyi iskolába. Tehát ne, ez, ez, nem törvényszerűség nyilvánvalóan, nem, nem arról van szó, hogy a nyugat már elbukott, de egyszer ez a dolog már megtörtént, és ezeket a folyamatokat egész egyszerűen feldagasztja az adott oldal, és abból kohol magának egy valóságot, és nem fogod tudni azt mondani, hogy de ez egy hamis valóság, mert valamilyen értelemben már megtörtént. Csak nem, nem törvényszerű, és nem terjeszthető ki az egész valóságra. Hát igen, ugye később lett fölírva az 1984, de szerintem ugye itt simán elő lehet hozni, hogy, hogy gyakorlatilag a valóságban is ez történik, hogy, hogy kitalálunk ellenségeket, amik egyáltalán nem foghatóak a kézzel, mert, mert egy olyan távol, távoli ellenségről beszélünk, legyen az egy, egy egész kormány, egy ország, egy ember, vagy tök mindegy, hogy kicsoda, hogy, hogy nekünk a, a, mindennapjainkat egyáltalán nem befolyásolja ez az illető, vagy ez a kormány, de mégis úgy van beállítva, hogy, hogy egyszerűen gerjessze a haragot a, a népen, és, és elbizonytalanítsa, hogy hú, igen, valóban lehet, hogy akkor ő nagyon rosszat akar nekünk, és hogy, hogy nekünk, nekünk, ez, ez nagyon nem jó, és akkor felbuzdítja a népet, és gyakorlatilag befolyásolják az embereket ezekkel a különböző hírekkel, meg, meg, saját igazságaikkal a bármelyik kormány bármelyik oldalán állunk, és, és hát sajnos szerintem a, a, politika ebből a szempontból ugye veszélyes, és hát sokan legyintenek arra, hogy jaj, politika hagyjuk már, de hogy, hogy sajnos az ilyen intrikák meg ilyesmik veszélyesé tudják tenni ezt a témát, hogy, hogy, ugye népeket így lehet megmozgatni, meg, meg akár szavazókat, meg bárkit, ugye, hogy, hogy mondogatják nekik ezeket az információkat, ami tényleg semmilyen hatással nincs az életünkre, de valahogy mégis sikerül elbizonytalanítani, és, és mondjuk egy év után azt mondja ugyanaz az ember, aki addig legyintett, hogy huha, hát ebben lehet, hogy tényleg van valami igazság, és akkor, és akkor már, már ott van tessék a, a gaslighting, és, és, befolyásolták őket, és megváltoztatták a, a gondolkodásukat gyakorlatilag. És jellemzően ilyen, ezek, ezeknek a világnézeteknek, meg hamis valóságoknak az ütköztetése, jellemzően egyébként ilyen sajtóvitákban vehető észre, és ö, valóban vannak ö, videók YouTube-on, jellemzően a négy, hát a, én a 444 ö, YouTube csatornáján találtam, de, de van egy ilyen fórum, ahol igazából ö, szerveznek ilyen vitákat jobboldali, meg, 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 független objektív újságírók között, és ugye ez két, két ellenérdekű oldal, ö, de már, már a, a, az, egymás, az egyik meg a másik oldalnak a hova tartozását tekintve, is konfliktusok vannak a valóság hamisítás mesdjéjén, mert az egyik oldal azt mondja, hogy már pedig ti nem vagytok független újságírók, mert ti igenis párt propagandát nyomtok. A másik meg azt mondja, hogy jó, hát ti viszont egyértelműen pártpropagandisták vagytok, szóval titeket aztán végképp nem lehet függetlennek nevezni, meg a normalitást sem képviselitek, mint ahogy állítotok, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes viták vannak, és és nagyon érdekes dolgok szoktak ebből kibontakozni. Sajnos ilyenkor okvetlenül az ember, ember dühös lesz, mert egész egyszerűen azt, né, azt érzi, hogy hülyének nézik. Tehát, hogy, hogy való igaz, hogy egyébként az átlag, inkább azt mondom, hogy a tömegembernek nem igazán van ellenállása a hamis valóságokkal szemben. Én legalábbis azt hiszem, és tömegember alatt azt értem, aki, akinek nem kell több forrás megmutatni. Mutas meg valamit, mi legyen a véleményem, az lesz a uh -huh. véleményem. És hogyha ez a forrás a Facebook, akkor az, hogyha ez a forrás egy, egy reklám spot, akkor az, és most próbálok nem konkrétumokba beszélni, de egész egyszerűen ezt észre kell venni, hogy, hogy, hogyha, hogyha, én azt mondom, hogy, hogy a szürke zónás rezső el akarja venni a májadat, akkor, akkor igenis van olyan ember, akinek ez bőven elég. Nem is kell több, nem is, nem is akarok utána nézni, hogy ez igaz-e. A rezsőt meg végképp nem akarom megkérdezni, hogy tényleg a májomra pályázol. Ez, ez hát van egy ilyen réteg kész vagy nem tudom, ez az átlagembernek a sajátossága, vagy ez egy ez ilyen specialitás, tehát hogy, hogy, és akkor nagyon sok nagyon sok ö, ö, hamis ö, ö is találkozik az ember a mindennapi sajtóban is, és ö, igazából most, hogy a zajlik jelenleg az orosz-ukrán háború, ö, nagyon észrevehető, hogy amit két hete teljes, teljes hitelességgel fogadtunk el hírt, a háborúval összefüggésben az mostanra kiderül, hogy valójában egy hamis információ volt, a dezinformációs stratégiának a része, melynek a végső célja az volt, hogy az egyik oldal stabilitásában megrengesse a másik oldalt. Igen, szerintem az előző alkategóriákkal szemben talán ez lehet az egyik, meg, meg most így gondolkoztam, hogy talán még ugye a, a helytelen kiagatás technikák alatt említettünk ugye praktikákat, és szerintem még ott is lehetne ugye gaslightingot, egy, egy kis alkategóriát megnevezni, mert tehát nyilván az is egy, egy taktika tud lenni, hogy ilyen szinten változtassák meg a kihallgatás során valakinek az emlékeit és véleményét, de hogy, hogy talán ez a két alkategória lehet az, ahol Szerintem az esetek minimum 99,9%-ában van valamilyen mögöttes szándék, és, és direkt csinálják ezt. Míg mondjuk ugye a családon belül, párkapcsolaton belül, meg baráti közösségen belül nem lehet feltételezni azt, hogy folyamatosan csak erről van szó, hogy van valamilyen szándék mögötte, de a médiában és politikában úgy érzem, hogy tényleg ez az az erős kategória, ahol szerintem szinte biztosan ki lehet jelenteni azt, hogy, hogy mindig van valami, valami agenda mögötte, ami vezérli azt, hogy, hogy megvalósuljon az gaslighting szituáció. Igen, és egyébként, ahogy mondod, a média nem csak, nem csak interjúkba, de, de cikkekbe is észre lehet azt venni, hogy egész egyszerűen hamisítják a valóságot. Tehát, tehát különböző egyébként közszereplők, akiket behívnak vitázni, azok azok is néha szóvá teszik, hogy hát ez egy picit ugye, ugye a történelem hamisítása, amikor a, a másiknak, a, vagy a, a közszereplőnek a kijelentését az interjú voló, tehát a riporter, az már úgy interpretálja, hogy hogy abból már egy hamis valóság tud kicsinázni. Mondok egy példát, Márkizai Péternek a száját elhagyja az a mondat, hogy a mi általunk megalapított, majdanán megalapítandó kormányban, szeretettel látjuk még a zsidókat is, és most lehet, hogy több pontatlanul ö, idéztem, de valószínűleg ez volt a funkciója, hogy 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 nálunk akárki megtalálhatja ö, a magának valót, meg a, a politikai ö, platformját, akár a zsidókat is szeretettel látjuk, és hát be is hívták a, az ATV-be, kedvencem Róna Jegon meg is interjú volt, és az interjú egy bizonyos pontján így megkérdezte, hogy de ezt nem értem, miért kell zsidózni? Uh -huh. És, és ebből, a, ebből a zsidózásból mindjárt egy, egy, egy lépésre vagyunk a, a listázástól, hogy miért kell itt listázni, hogy ki zsidó, meg ki nem? Holott erről szó nem volt, de egy ilyen, nyilván ezek ezek karaktergyilkosságok, és azért el lehet azon gondolkodni, hogy az alapvetően ellenzékinek titulált ATV miért hord ki ilyeneket, de, de alapvetően a karaktergyilkosságoknak a abszolút törvényszerű sajátossága, hogy a valóságot meg kell hamisítani. És a mai politikai szénában gyakorlatilag a kádár, káder rétegben száz és száz ember van minden oldalon, akiknek semmi egyéb dolgok nincsen, mint csemegézni az ellenérdekű félképviselőjének az elmúlt tíz évben elhangzott minden egyes mondatából, hogy abból ki lehessen ragadni valamit a kontextusból, és azáltal egy hamis valóságot fel lehessen építeni a megvezethető emberek számára. Igen. És ugye, hát eleve a, 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 a publikációk, a, a cikkek ö, is rendszeresen gyakorlatilag ö, ö, habisítják a valóságot. Mondom, ahogy, ahogy Dani is mondta, a médiában az ellenérdekű felek, egy agenda mentén gyakorlatilag olyan kijelentéseket meg olyan ö, magatartási formákat titulálnak az ellenérdekű félnek, amik soha meg nem történtek. És ö, ö, ha, Akárhogy is, még ha az ellenérdekű feleknek a sajtójának a képviselői sok mindenben nem értenek egyet, abban viszont egyet értenek, hogy az újságíróknak alapvetően nem valami jó a helyzetük, már csak ilyen szempontból is, hogy mit írhatnak le és mit nem írhatnak le. Nyilván a médiának van az a szintje, ami a való, hogy hát a szürke zóna Rezső el akarja venni az emberek máját. Tehát, hogy ilyen, ilyen szintű ostobaságokat leírnak, de van az, hogy egész egyszerűen csemegéznek, és egy pici ilyen, ilyen ö, ö, hogy, hogy, mondjam, egy pici ilyen, ilyen politikai ilyen, ilyen, ilyen mellékzöngét hozzátesznek, tehát, hogy például a, a Gulyás Marci azt mondja, hogy hogy hát én egy olyan világért dolgozok, ahol mindenki a képességei szerint részesülhet a javakból, és például egy jobboldali fórum ezt meghivatkozza, és odaírja, hogy mint ahogy egy rendes marxista ezt mondaná, Gulyás Marci is így mondja, és hát Gulyás Marci vállalta marxista, teljesen lényegtelen, de ezeket a, ezeket a kijelentéseket meg lehet támadni, és meg is támadják. Tehát azok a, azok a szereplők, akik azt érzik, hogy hát ez, ez nem volt igaz, mert ez nem igaz, meg ez hazugság, meg sérelmes rám nézve, meg sérti az önérzetemet, meg ez az a fajta kritika, amit nekem nem kell elfogadnom, meg a hazugságot nem kell eltűrnöm, meg elférnék, hogy ezek a szereplők megtámadhatják ezeket az állításokat. Na és ettől a ponttól kezdve az újságíróknak elég rossz a helyzetük, és ebben legalább egyet értenek az újságírók, hogy körülbelül három fórumon lehet őket minden egyes állításukért meghurcolni tehát polgári peresúton, helyreigazítás lehet kérni, a rendőrségen fel lehet őket jelenteni becsületsértésért, és még nem tudom milyen hatóságnál lehet még megszemveszteni őket, még akár az adatvédelmi hatóságnál is, hogyha mondjuk adott esetben egy egy bűnügyi adatot hoznak nyilvánosságra, vagy hasonlók, de ha, ha legalább az lenne, hogy hogy konzisztens a, a, a döntés, amit ezek a fórumok meghoznak, de nem. Leírsz egy állítást, hogy Rezső egy szőrös talpú rohadék, azt, az egyik fórumon, az egyik polgári peres úton, az egyik bíróságon abszolút te meg tudod védeni, mert azt mondod, hogy ez a, ez a véleménynyilvánítás szabadsága, és mellesleg sajtónyilvános, vagy sajtószabadság van, tehát te ezt leírhatod, de ha más valaki ugyanezért a kijelentésért beperelt téged, egy teljesen más fórumon ez ez elbukik. Ez az állítás. És azt, mondja, azt, azt mondják neked, hogy neked ezt nem volt jogod leírni, mert ez már túlmutat a véleménynyilvánítás szabadságán, és öncélú, plegyka célú, és alkalmas arra, hogy csorbítsa a, a cikkednek az alanyának a jó hírnevét. És ugyanez a rendőrség, hogy egész egyszerűen a rendőrség, adott rendőrség adott kijelentésedért beidéz téged, másik kijelentésedért meg azt mondja, hogy itt nincs semmi látnivaló, ez bűncselekmény. Beidéz, ha nem jössz el, előállít. Tehát kijönnek ki, ki értett hajnalban, és egy csomó, még akár jobboldali újságírók is beszámoltak erről, hogy hajnal ötkor basszus, izért kopogtat a rendőrség a, az ajtajukon, hogy akkor, akkor itt van a bilincs, akkor jöjjünk csak be, mert hogy jelenés van. Mm. És és, és ez, ez marhára nem arányos, de sajnos emellett meg van egy olyan valóság, vagy van egy olyan, olyan tendencia, hogy totális gátlástalanság. Tehát amit csak uh, karaktergyilkosság címén el lehet követni, valakivel szemben azt elkövetik. És ennek az egyik leghitelesebb uh, megmondhatója van a Gábor, akivel aztán mindent megcsináltak 18 ba tehát, tehát amiről beszéltünk is már talán a Deepfakes epizódunkban, hogy hogy a drón berepült a, az udvaruk fölé, a, a kocsiját összefirkálták, az, a, a, a macskát megmérgezték, gyakorlatilag a terriblekkel összebuzultatták, Uh, egyszerűen az a fajta gátlástalanság, amit tényleg csak akkor vagy képes elviselni, ha totálisan beletompulsz, akár csak a Saul fia, hogy így, hogy így abszolút, nem ő, hanem a, a Saul konkrétan, hogy abszolút te uh, belefeledkezel abba az élethelyzetbe, ami van, abszolút te megpróbálod teljesen magadból kivetközve, de függetleníteni önmagadat ezek, ettől a, ezektől a, az intrikáktól, uh, és kifordulsz magadból. Tehát, hogy, hogy ez, ez, meg így rohadtul nem egészséges, de az se egészséges, hogy egész egyszerűen ennyire gátlástalanul működjön a, a média. Igen, és egyébként még gondolkoztam, hogy, hogy ugye milyen alkategóriák lehetnek, ahol, ahol előfordulhat ez a helyzet, és hát egy kis, egy kis komolytalansággal élve kijelenthetjük, hogy az ember a munkahelyén sincs biztonságban, <laughs> mert, mert valóban egyébként a munkahelyen is előfordulhat az, hogy akár kollégák vagy felettesek által egy gaslighting szituációba kerülsz, és, és gondolkoztam is, és törtem a fejem, hogy, hogy a munkahelyeim, meg, meg, meg cégeknél, ahol voltam, ott, ott esetleg volt-e bármi példa arra, hogy engem próbáltak gaslightingolni, és hát egy példa jutott eszembe, amire szerintem talán rá lehetne húzni ezt a jelenséget, viszont eléggé egyedi szituáció volt, és nem tudom, hogy mennyire valósult meg tényleg a gaslighting, de amikor a közös megegyezéses, felmondásos beszélgetésünk volt a főnökömmel, főnökeimmel, akkor ugye ott Szépen átbeszéltük, hogy mik történtek, mik nem történtek, így az évek alatt, és hát például telefonbeszélgetéseket róttak föl nekem, amik mondjuk vidékre történő telefonbeszélgetéseket kezdeményeztem, céges számról természetesen. Vagy például az, hogy, hogy a készenléti állapotommal mat is kritizálták, hogy mennyit voltam elérhető, vagy nem elérhető, és ez emlékszek, hogy egy elég erős reakcióm is volt, valószínűleg késült az arcomra a, a, a csodálkozás, mert hogy, hogy ugye nem Igazán tudtam, hogy honnan szedték ezeket az adatokat, mert az egy dolog, hogy sáros voltam egyéb kategóriákban, tehát abszolút nem akarom magam felmenteni, de ettől függetlenül érdekes volt azt visszahallani, hogy olyan dolgokat is felrónak nekem, amik nem történtek meg. És ez talán egy ilyen szituáció lehet, ahol próbálták megmásítani az én emlékeimet. De hát úgy sajnos ebben nem lehetek biztos, és nyilván ott helyben nem is kötekedtem, mert ahogy említettem korábban, azért igen voltak dolgok, amiben sáros voltam. De aztán tovább gondolkoztam, és, és hát ugye, ahogy olvasgattam én is utána, hogy, hogy mik lehetnek a jelei annak, hogy itt gaslighting alakulhat ki. Például volt az, hogyha, ha neked, mint beosztott, vannak javaslataid, aggájaid mondjuk munkafolyamatokkal kapcsolatban, és te ezeket prezentálod mondjuk a csoportvezetődnek, akár több alkalommal is, Uh, és, és nem történik változás, akkor ez is lehet egy olyan kis, egy, egy kis apró alkategóriája annak, hogy téged gaslighting hogy mondjuk uh, már ötödik alkalommal hozott föl, hogy. Hú, figyelj, Béla, most itt van ez a, ez a munkafolyamat, és hát itt az az egyetlen egy pont, amikor rányomok egy gombra, és, és kidob az egész rendszer, és ezt már négyszer mondtam, és hát akár azt a választ is kaphatod, hogy hát én ezt most hallom először, vagy hogy miért nem küldtél elő e-mailt, miközben már mondjuk írtál háromszor e-mailt, és, és egy ilyen szitem nyomnak el téged, és próbálják megmásítani az egész szituációt, és elbizonytalanítani téged. És szerintem ilyesmivel is találkoztam enyhébb formában, mert megint csak nem lehet, és ez a baj, hogy nem lehet meg. Határozni. Nem lehet diagnosztizálni, hogy most itt konkrétan erről van-e szó, mert lehet, hogy csak arról van szó, hogy te egy 500 fős multicégnél dolgozol, ahol annyi rengeteg folyamat van, és oly kevés idő van, ugye, az improvementre, a, a, a fejlesztésekre, hogy egyszerűen nem kerül sor arra, hogy ezeket a folyamatokat megváltoztassák, és lehet, hogy egyébként a felettesed is tényleg annyira el van havazva, hogy lehet, hogy elolvasta az e-mailedet három héttel ezelőtt, de már egyáltalán nem emlékszik rá. Viszont ö, szerintem valamilyen szinten, hogyha ha az ember úgy érzi, hogy ilyen jellegű szituációk vannak a munkahelyén, akkor talán érdemes azon elgondolkozni, hogy de elolvasták az e-mailedet, hallották a problémáidat, csak egyszerűen nem foglalkoznak veled, mert mondjuk nem vagy olyan prioritási szinten, hogy foglalkozni kell ilyen veled. Igen, alapvetően a, a, az ilyen felmondásokkor elég ö, tendenciózusan előjönnek a hamis valóságok ha nem is ugye, tehát például, például ugye nekem is volt egy olyan munkahelyem, amiről elég gyakran beszéltem is itt a, podcastben, ilyen-olyan epizódokban, de onnan úgy mondtak fel nekem, hogy gyakorlatilag egy eléggé kiszolgáltatott élethelyzetben voltam, és nem igazán volt arra a lehetőségem, meg nem is, a még kevésbé volt rá mentális kapacitásom, hogy ellenálljak ennek a dolognak, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy biztos igazuk van, meg biztos, biztos meghozták a döntést, meg biztos mérlegeltek, és hát ö, bele se gondoltam, hogy azok, a, azok a, az okok, amit, amiket ők szóban megjelöltek, hogy hát nem végzem el a feladataimat, meg hogy nem, hogy késve, egyáltalán nem, meg rengeteg hibát vétek, meg efélik, de hogy bele se gondoltam, hogy de hát ezek nem igazak, és, és nem, nem tudtam abban az élethelyzetben megnézni, hogy, hogy, ezek igazak -e? haza kellett mennem, és egy picit így az éjszaka csöndjében végig gondolni, és akkor esett le egy picit, hogy de hát ezek egyáltalán nem igaz állítások, hogy itt ne, erre nem, nem igaz az, hogy, hogy, hogy nem végzem el a dolgaimat, vagy ha nem végeztem el a dolgaimat, akkor hát meg kell hozni a lépéseket, akkor, akkor fegyelmi eljárás kell lefolytatni, meg hasonlók, és az alapján lehet engem kirúgni, de, de, de ez már is elkezdtek koholni egy hamis valóságot, és teljesen farca képesek voltak ezt be, be, beközölni nekem. És a, a csapatomat is összehívták, ezt tartoztam, és azoknak is ö, ad, adtak rólam egy, egy hamis valóságot, hogy, hogy hát már annyi, annyit hibáztam, hogy már helyettem kellett megcsinálni a feladatokat, meg, meg már, már, vittem én kiöntöttem a kávét, mondjuk ez tényleg igaz, kijöntöttem a kávét a szőnyegre, remélem azóta is ott van a folde, de ez tényleg meg történt, hát most nem, nem érdekel, most, hogyha emiatt rúg, kirúgtak, akkor rúgjanak ki, nem érdekes, és tök jó élmény volt visszahallani azt, hogy az egyik kollégám még el is kezdett vitázni, hogy de hát, de hát ez nem igaz, hogy nem igaz, hogy nem, nem dolgozott, hát tök, tökre jól, jól csinált mindent, és ezt, ezt jól esett hallani, hogy hogy, hogy hogy legalább ennyiben nem rendelődik alá a, köz, a környezetem a is valóságnak, mert néhány kollégám viszont alárendelődött. Tehát talán ezt is meséltem már, hogy, hogy amikor a felmondás, vagy amikor felmondtak nekem másnap, amikor már utoljára jöttem be, hiába még nyolc, elvárták volna, hogy nyolc napot ben legyek, de, de azt mondtam, hogy én többet már nem jövök be, akkor félrehívtam a a közvetlen kollégáimat, hogy most komolyan, ti, ti, ti azt hiszitek rólam, meg ti, ti azt gondoljátok rólam, hogy, hogy hogy úgy ismertek, hogy én sokat hibázok, meg hogy tényleg, hogy ennyire sokat hibázok, és egyetlen kollég, közvetlen kollégám volt, aki gyakorlatilag a vezetőnknek az ilyen pincsik kutyája volt, gyakorlatilag, hogyha őt, őt mondták, hogy na gyere, megyünk boltba, akkor állt fel, és ment boltba, és ment a főnökkel boltba, és, és erre a kérdésemre, hogy de, de komolyan, komolyan úgy ismertek, mint aki ennyit hibázik, erre így, Teljesen mereven a szememben nézett, és azt mondta, hogy hát, rezső, vannak hibáid. És, és néztük egymást, és mind a ketten tudtuk, hogy ez nem igaz, tehát mind a ketten látszott is, de azt is érződött, hogy, hogy nem mondhat mást. Uh -huh. Hogy ő nem mondhat más, hogy egyetértek nem, nincsenek hibáid, de hát a főné ezt a döntést hozta meg, hát ki vagyok én, hogy ezzel szemben menjek, nem mondhatta ezt, hanem neki azt kellett mondani, hogy vannak hibáid. És, és ez megint csak ostobaság volt, mert pakoltam össze a cuccaimat, és még kérdezgetett tőlem, hogy ezt hogy kell, meg azt hogy kell, mert hogy ő ezt nem fogja tudni önállóan megcsinálni. Tehát egy ilyen, ilyen élethelyzetről beszélünk, és, és tehát ebből látszik, hogy sajnos vannak, akik, akik meghajlanak a hamis valóságok alatt, és uh -huh. hogy mennyire, mennyire keserű élmény ezt felfogni, hogy, hogy, hogy amikor, amikor koholnak róla egy olyan hamis valóságot, amit tudatosan senki nem hiszel, vagy inkább azt mondom, tudatalat, de tudatosan úgy kell csinálnia, mintha elhinné, mert, mert az érdekei ezt diktálják de nyilvánvalóan, hogy azok a hamis valóságok, amiket egyébként az újságírók meg a közeleti szereplők is pörgetnek, azokról ők is tudják, hogy ez azért annyira nem igaz, de, de más dolog a hazugság, más dolog a hamis valóság, meg a kommunikációs panel. Tehát nekem adott élethelyzetben az, hogy valakit zsarnoknak, vagy, 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 vagy ügynöknek nevezzek, arról tudhatom, hogy nem igaz, de azt is tudom, hogy nekem az szavazatokat tud hozni. És egyébként, ugye, ahogy elkezdtük tanulmányozni ezt az egész témát, nyilván fölírtunk néhány filmet is, amit szerintem érdemes abból a szempontból megnézni, hogy, hogy egy kicsit uh, konkrétabb példákat kaphassanak a hallgatóink arról, hogy, hogy mit is jelenthet ez a gaslighting szituáció. Hát nyilván én mondanám, hogy a Gaslight című film, ami talán 1944-es, azt érdemes megnézni, hogyha már ugye arról kapta a nevét ez a jelenség. Én magam még nem néztem meg, de tervezem megnézni, mert, mert ugye a, a rövid Szinopszis alapján úgy tűnik, hogy igen, egy érdekes szituáció, hogy a, a férj megpróbálja másítani a, a feleségének az emlékeit, meg, meg teljesen megpróbálja félrevezetni őt. Uh, nyilván az 1984 uh, George orwell az abszolút egy nagyon jó példa, ahol tényleg ez a, a politika, meg meg minden ez abszolút meg tud uh, uh, valósulni és lehet látni. Bár ugye az ember sokszor kinéz az ablakon, akkor uh, lassan láthatja ezeket a 84-es körülményeket kis túlzással. Viszont ami. Ami nekem nagyon meg, megmaradt így a radaromon, az a Mother, az az anyám című film, ugye ami nekem a magyar címe anyám lett. Én ezt a hallgatóinak javasolnám, hogy ha tehetik, és nem látták még, akkor nézzék meg, és hogyha te, szintén tehetik, akkor eredeti nyelven tekintsék meg. Nehéz, nehéz film abból a szempontból, hogy maga a tematika is érdekes, és, és nagyon egyedi szerintem, és emellett talán még arra is ügyelni, hogy hol valósul meg a gaslighting, az talán egy, egy extra kihívást lehet, úgyhogy lehet, hogy két megtekintést is megérdemel ez a film, de úgy voltam vele, hogy na ez lesz életemben az első olyan film, amit szépen kipakolom a papírt a ceruzát, és miközben nézem, megállítom, lejegyzetem, folytatom, jegyzetem, meg ilyesmi. de egyszerűen tényleg egy 20-30 perc után már rájöttem, hogy Tökéletes példája a Gaslightingnak. nak Minden egyes szereplő nagyon jó hozza azt, hogy mivel lehet a másikat elnyomni, megmásítani a emlékeit, a véleményét, stb. Úgyhogy ezt, ezt én mindenképpen ajánlom, hogy tekintsék meg a hallgatóink, mert nagyon jól bemutatja a szituációt, hogy milyen kis apró megnyilvánulásokkal, kommentekkel, nézéssel, akár egy, egy puszta tekintettel el lehet érni azt, hogy a másik félre nézzen, és, és, és csak bólincson egyet arra, amire egyébként nem bólintana rá soha. És úgy gondolom, hogy ha ezeket megnézzük, ezeket a filmeket, akkor, akkor lehet kapni egy, egy tisztább képet talán arról, hogy most így az egész adás során miről is beszéltünk. Hát az én életemben néhány olyan film van, amitől én akkora katarzist kaptam, hogy így, hogy így azt éreztem, hogy, hogy így nem vagyok már ugyanaz az ember, mint aki eddig voltam, mostantól egy, egy, egy zseső. X.0 következik. Ilyen volt egyébként például a harcosok klubja, amivel szerintem sokan egyetértenek, hogy az egy ilyen eléggé ilyen, ilyen személyiségformáló film. A Space jam is ebbe a kategóriába sorolom, mert akkor az nekem valami iszonyatosan tetszett. A Krisztus utolsó megkísértése is egy ilyen, hogy ezek ne, tehát a Space Jam-et leszámítva ezek nem könnyű filmek, feltétlenül, de annál többet kapsz tőlük, és hát a Mother is egy ilyen, egy ilyen film volt, és azt az utóbbi években éltem meg, és ez egy elég ritka élmény, amikor azt érzed, hogy hogy pláne így az idősödéssel, hogy így, hogy így akkora katarzis értéked a film után, hogy így, hogy, így, hogy így napokig, hetekig gondolkozol rajta, és azt érzed, hogy formálódik tőle a személyiséged. És nem igazán értettem, és úgy a jó egyébként ez a film, hogyha nem érted, hogy hogy, hogy miről szól, hanem hanem leülsz és, és, és megnézed, és utána, uta, tehát a film uta után utána olvasol, hogy, hogy ez, ez miről szól, mert, hogy ugye a forgatókönyvíró, aki egyben a rendező, az vállalta is azt, hogy, hogy, hogy mi volt a, 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 a lényeg a sztori mögött, egy eléggé arhaikus koncepció áll mögötte, mindenki ismeri valójában a sztorit, csak ezt még nem tudja, amikor nézi a mothert és valóban nagyon erős, és, és nézni nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy tényleg olyan, némely ponton olyan, mint egy rémálom, hogy amikor, mit tudom én, ne, nem érsz oda a munkahelyedre, nekem elég gyakran van ilyen rémálmom, hogy, hogy rossz helyen szálltam le a buszról, ö, visszaszállok, de akkor meg túlmegyek, de eltévedek, akkor gyalog megyek, de így is eltévedek, akkor, akkor mit én, rossz kapun akarok bemenni, nem <laughs> hoztam el a belépőkártyámat, a táskám, táskám sincs nálam, sőt, ruhát se vettem, tehát hogy ilyen, 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 na, ilyesmi, ilyen, ilyen, érzés egyébként a Mother, hogy ilyen, legyen már vége, basszus, ennek a kínzó, kellemetlen élethelyzetnek, de hát onnatok ez, hogy megértett, hogy miről szól annál nagyobb ö, ilyen mindfuck értéged. Igen, és, és pont ezért volt meglepő, hogy, hogy maga a mindfuck témára még rá lehet húzni ezt a gaslightingot is, és, és, nagyon, nagyon érdekes végignézni. Egyébként még eszembe jutott, az még elvontabb film, és valószínűleg nem mindenkinek való, de a rosméri gyermeke is egy, egy, hasonló szituáció, csak ott mondom, egy kicsit elvontabb a téma. De abszolút ajánlom hallgatóinknak, hogy, hogyha ha van szabad idejük is szeretnének valamit megtekinteni, ami a témáinkhoz kapcsolható, akkor, akkor ezek a filmek bőven beletartoznak ebbe a kategóriába. Viszont azért szeretném emlékeztetni a hallgatóinkat is ilyen utóirat jelleggel, hogy, hogy azért nem kell egyből paranoiásnak lenni, és, és csúnya nézni az életünkben szereplő minden emberre, hogy, hogy valószínűleg gaslightingol minket, de Szerintem mindenképp érdemes elgondolkozni azon, hogy az életünk során milyen ilyen szituációkat találkozhatunk, és adott esetben milyen ilyen szituációkat ö, oldhatunk meg, vagy úszhatunk meg a jövőben is. Úgyhogy ezért azért nyitott szemmel kell járni, szerintem, ahogy ez a legtöbb témánkra ö, igaz lehet. valahol azt hallottam, valószínűleg egyébként a Puzsé Robertéknek volt az egyik ö, ö, tartalma, amiben elhangzott az a rendkívül bölcs gondolat, hogy a, a, a zsarnokság csak úgy tud működni, hogyha ö, téged, az elnyomottat, bűntársá tesz a zsarnok a saját elnyomatásodban. És ez mindenféle élethelyzetben észrevehető, különösen egyébként azon a munkáján, amit, amit az e imént felvázoltam, hogy egész egyszerűen érdekelté teszi a, a kollégákat egy, egy ilyen zsarnokoskodó vezető abban, hogy a hamis valóságnak ők is alárendeljék magukat, és ők is egy legyenek azok közül, akik koholják és pörgetik ezt a hamis valóságot. De sajnos ez kell ahhoz, hogy hogy egyről a kettőre jussanak egy munkahelyen, uh -huh. ahol például valamiért, valamilyen meggyőződés mentén maradni szeretnének, pedig hát egy ilyen helyről azért menni kéne. Úgyhogy köszönjük, köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna Podcast, kövessetek be minket bármilyen nektek tetsző platformon, írjatok a Szürke Zóna kibeszélő nevű Telegram csoportba, ez le kell tölteni a Telegram nevű applikációt, de várunk titeket szeretettel, minden epizódot ott megpróbálunk kitárgyalni a hallgatóinkkal, nagyon érdekes diskurzusok tudnak belőle kerekedni, ha nem értetek valamivel egyet, akkor kérlek írjátok meg, hogy, hogy nem, hogy miért nem, és hogy mi az, amiben nem értetek egyet, mert abból tud egy nagyon jó eszmecsere kerekedni, úgyhogy várunk szeretettel titeket a csoportban, írjatok e-mailt, hogyha úgy tetszik, kövessetek be minket Instagramon, nagyon vicces mémeket osztunk meg, és uh, hallgassatok minket, ez lenne a legnagyobb támogatás, amit tudtok adni, hogy hallgattok, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dainak a részvételt, sziasztok! sziasztok!